Yeah.
szentlélektől Istenünk, hogy megváltásunk gyümölcsét szüntelenül élvezzünk, aki az és uralkodó, az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasnánk Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán magnával tárgál, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismerte. Hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, szolgaság házából, átvezetett a mérgezett, hogy jót tart a nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából akasztott vizet neked, pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyái sem ismertek. Ez az Isten igéje. Isten!
Aki ezi az én testemet, és vissza az én véremet, az bennem marad, és írt ő bennem. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem ezi, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Köszönöm, testvérek! Nekünk mai embereknek talán első hallásra furcsának tűnnek Jézus szavai, amikor arra buzdít, bátorít bennünket, hogy együnk az ő testét, és ígyünk az ő vérét. Viszont mi hívő emberek pontosan tudjuk azt, hogy Jézus mire is gondol akkor, amikor erre buzdít és erre bátorít bennünket, bár lehet, hogy szerencsétlen dolog így megfogalmazni, de mégiscsak meg kell fogalmaznunk azt, hogy Jézus arra bátorít, arra mozdít minket, hogy a vele való közösséget, barátságot vállaljuk föl, azt ápoljuk, gondozzuk, és akkor cserében ő is mindig a köztünk lévő barátságot, ő is növelni fogja a velünk való egységet, hogyha szabad ezt így mondani, és hogyha kialakul a szoros barát kötelék az Isteni Mester és közöttünk, akkor tulajdonképpen bármi furcsa, bármi meglepő is már itt a Földön elkezdődik az örök életünk. Ezt maga a mai evangélium is megfogalmazza, hogy aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, azt mondja Jézus, annak örök élete van. Nem azt mondja, hogy lesz majd valamikor, hanem már most van. Aki kialakítja a barátságot az Isteni Mesterrel, aki vállalja vele való közösséget már itt a Földön, tulajdonképpen olyan kincsre teszed, mondhatjuk ezt talán így, ami megmarad a túlparton is, amit még a halál sem képes elvenni, vagy megváltoztatni. Ezért óriási dolog, hogyha Jézushoz így ragaszkodik, hogyha engedjük, hogy ő közeledjen hozzánk, ha engedjük, hogy ő tápláljon bennünket, ha engedjük, hogy ő formáljon, alakítson bennünket, hogyha megengedjük magunkban azt a lelki, nagyon idézőjelben a luxus, hogy a Jézus érzései, gondolatai járnak át bennünket, hogyha megengedjük magunkban azt, hogy az a lelkület munkálkodjék bennünk 2023-ban is, ami Jézus lelkülete. Ha az oltári szentséggel jó viszonyt állunk, jó barátságban vagyunk, akkor mindez megtörténik, mindez megvalósul, erre bátorít, erre buzdít bennünket ma ez a szép fő ünnepen a mi Úrunk. Ne felejtsük el, hogy a Jézussal való kapcsolat, a Jézussal való egység, barátság, közösség tényleg olyan kincs, ami örökre megmarad. Így, amikor a vele való kapcsolaton dolgozunk, amennyire mi ezen dolgozni tudunk, inkább talán szerencsésebb mondani, amikor a vele való kapcsolatra odafigyelünk, akkor nem csak a jövőt építjük, hanem akkor az örök élet munkásaink is vagyunk. A mai szépen arra is bátorít és buzdít bennünket, hogy átra merjünk gondolkodni az örök élet távlatát szem előtt tartva. Kedves testvérek, ahogy a Szent Mise elején is mondtuk, picit ez az ünnep a szívvel látásnak is az ünnepe. A józan és tényénél az eukarisztia titkához nem lehet talán annyira közel férkőzni, nyilván azért tényeket elmondhatunk róla, de igazán akkor tudunk meghatódni, akkor tudunk alázni,
képes ilyen mélyre hajolni, bennünket éltessen, tápláljon, és képes ilyen egyértelmű módon mindig újra meg újra közölni velünk, hogy ő, mármint az Isten és Jézus Krisztus velünk maradt, és velünk marad, velünk a minden van a világ végéig, és mi nem vagyunk egyedül, mert ő itt van köztünk, velünk munkálkodni, azt akarja, hogy mi fejlődjünk, alakuljunk, és hogy ez ő képmására egyre inkább formálódjon. Amen. Testvérek, most halljuk meg a Szent Háromság egy Istenben, és az örök életben vezetünk el. Hiszek az egy Istenben, minden látható atyában, mennyek és szörnyek, minden látható és Thank you.
ezért mi is, mint az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas úrnyi szellemek, és minden sereget a mennyben, a te dicsőséget hozzázengjük, és velük együtt hívni. Yeah.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok miért?
bűnösködelmünket, istenséget örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és életnek mostani vétele már előre jelez, aki az is uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, a hirdetések sorában elmondjuk, hogy holnap hétfőn 11 órakor Kongrát Zoltán testvér temetése lesz a kicsérve. Kedden 16 órakor kicsérve Rózsaszűzér imádságra kerül sor. Egyébként kedden lesz Szent Antal áldozó pap, Pádovai Szent Antal áldozó pap és egyház tanító emléknapja. 18 órakor Perérden, 19 órakor pedig Gerdén lesz Szent Mise. Szerdán 17 órakor kicsérten utakon a Szent Misi, csütörtökön Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnek emléknapján 17 órakor szintén itt a mi templomunkban mondatunk a Szent Misét. Pénteken lesz Jézus Szent Szentének a fény ünnepe, reggel 8 órakor Perérden lesz Szent Mise, 16 órakor a Bolai templomban a Rózsafüzér imádságra kerül sor, 17 órakor pedig kicsérten lesz Szent Mise. Szombaton elzarándokolunk Mátra Verebi Szentkútra, 17 órakor szombaton lesz szombaton ige liturgia. Jövő vasárnap, évközi 11. vasárnap, Szabad Szent Király reggel 8 órakor lesz Szent Mise, Modán 8 órakor ige liturgia lesz, Bicsérten fél 10 órakor lesz Szent Mise, vagyis hát fél 10-kor, és ebben a Szent Misében fogunk hálát adni az elmúlt tanulmér is. 11 órakor Fehérden mutatunk a Szent Misébe jövőkosságban, 12 órakor pedig Gerdén. Gondoljuk még meg testvérek, hogy 17-én szombaton csatlakozunk el a Mátra Verebi Szentkúti zarándoklathoz. Az biztos, hogy a szűzanya közelségében és a nemzeti kegyhelyen nem maradunk lelki útra való nélkül, de ezt már többször több ízben elmondtuk, most csak utoljára aláhozzuk, megerősítjük. A Szent Mise záró áldása után lesz egy nagyon